Ennek a két fának a története az, hogy Perszel Bertalan, a katolikus kántornak az édesanyja, Perszel család utolsó leszármazottja, aki Bonyhádon élt, ő neki az édesanyja, az ő elmondás szerint, tehát a Berti bácsi elmondás szerint 1925-30 között hozta ezt a nagyvilágú liliomfát Szombathelyről. És ezzel együtt, amikor ide ültette ezt, akkor ültette oda a katolikus templom elé is azokat a példányokat, kettőt, amely ott virágzik, és ezek pedig egy példány volt, csak így gyökéről kettőre sorra, és kettőnek látszik, de ez egy tél volt. Tehát így mondta el a Berti bácsi, ez Fazekas Juditnak, aki egy diplomunkát csinált, a kertészeti főiskolára járt, és ő neki bejárt hozzá, és ezt mondta el utolsó éveiben, amikor még élt, és ez egy nagyon érdekes történet, hogy ez tényleg Perszel családhoz kötődő, mert ez egyetlen bizonyított, hogy ezt ők is ültették ide. A Perszel kúria impozánssá varázslódott épületének kertje önmagában is számos botanikai érdekességet rejt. Akinek van ideje boklászni a növények között, a kertben felállított táblák segítségével számos különleges növénnyel ismerkedhet meg. Akiket pedig ezek történetei is érdekelnek, hamarosan újabb segédanyaggal lehet gazdagabb, hiszen napokon belül a közönség elé kerül egy kiadvány, mely ezeket foglalja össze. Ha összehasonlítjuk egy épületet és egy parkot, ilyen idős fákkal mindig található, hogy 100 év fölötti fák, akkor el kell rajta gondolkodni, hogy egy épületet, hogyha fölújítunk, mert hát olyan állapotban van, hogy föl kell újítani, vagy már lerobbant nagyon, vagy már ödöledezik, azt meg lehet csinálni egy-két év alatt. De hogy 150 éves fákat, azokat nem lehet átültetni és oda tenni, tehát ilyen szempontból sokkal értékesebb, mint egy műemléképület ott azok a fák, amik ott vannak mögötte. De hát ez csak egy nézőpont kérdése az egész. A könyv ötlete úgy jött, hogy 2 évvel ezelőtt én a Solymárnőmére Város Könyvtár körüli parkol készítettem egy könyvet. És ugyanúgy Lebovics Miklósnak a szerkesztője segítségével, a Völcsik Természeti Egyesületnek tagjával, nagy szervező, és amikor ezt a régi Perszel kúria fölültásra került, olyan pályázatot nyert itt az önkormányzat, akkor merült fel benne a kérdés, hogy akkor ennek a parkját is meg lehetne ugyanúgy írni könyvbe. A mostani kiadványnak van egy előzménye. 1985-ben a szerzők egy korábbi felhívásnak elegettéve feltérképezték a park növényvilágát. A kúria kertje egyéb iránt 1975 óta helyi védettség alatt áll. A különlegessége abból adódik, hogy itt, mint Perszel hagyományok vannak Bonyhádon, és ez a park a Perszel családnak az első nagyobb parkja, ennek része megmaradt, ami hát az ő ideigből már parkként szolgált. Mert ezt az épületet, ez a kastélyt 1785 és 90 között épült, és gondolható, hogy először a parkot utána kezdték ott kialakítani, tehát vannak olyan fák, amik akkor még nem voltak, de már ugyanúgy a fafajok most is benne vannak, mint ezüsthárs, nagylevelű hárs, magyar kőr is, erdei fenyő, és amikor, tehát vannak ilyen hagyomány az egészben, mert hát nyilvánvaló, hogy akkori időkben az emberek nem olyan egzotikus fákat ültettek még annyira, mindenki a tehetőség kapcsán, hanem helyben előfordulókat, vagy valami közelben beszerezhetőket, könnyebben beszerezhetőket ültettek, és ezért is bizonyos értelemben egy akkori kornak az emlékei, hogy akkor miket ültettek. A parknak éppen úgy, ahogy manapság már abban az időben is reprezentációs szerepe is volt, úgy látszik az idő nem tudta ezt megváltoztatni. És abba is belegondolunk, hogy Perszel tábornak gyerekkorában néhányuk tövében játszott, egészen másképp nézünk egy-egy idősebb példányra. Az igazság, hogy ez az egész partnak az eredeti kiterjedésének mindössze csak a 40%-a, az 1 hektár, ami most van, hanem a többi az már korábbi évtizedekbe beépítése került, leszaptak belőle, ilyen, mint a járási bíróság épülete, vagy mögötte a munkásőrségnek volt az épülete, de az most a mentőállomás is, vannak lakótelepi házak, amik beépültek. És ugyanúgy másik oldalon is vannak kertes házak, amik beletelepedtek, és így mondom csak
40%-a az eredeti parknak. És hát ezek a néhány fa akkor meghagyták, és a helyi védettségnek az alapja, hogy a legfés időkig föl kell tartani ezeket az idős fákat, nem lehet teleket kialakítani, nem lehet ott más tevékenységet folytatni, ezeknek az életét kell szolgálja a park, ez a leírás a nagyvonalakban, és hát ezért aztán most reméljük, hogy felújítás után egy darabig megint szép lesz a park. Ha valakinek nehéz napja volt, vagy csak gyönyörködni akar, ajánljuk, sétáljon egyet a Percelek birtokán, vegye kezébe a kis kiadványt és gyönyörködjön. Vagy élvezze ezt a történetmi hangulattal átjárt milliót.